Az úgynevezett zéró lerakás elnevezésű nemzeti hulladékhasznosítási mintaprojektet mutatták be a program szakmai konferenciáján Nyíregyházán. A tervek szerint úgynevezett körforgásos gazdaságot alakítanak ki hazánkban, amelynek köszönhetően a hulladékból használható termékeket állítanak elő. Ez az eljárás Magyarországon még újnak számít. Európa fejlettebb tagállamaiban ez azonban már egy jól működő formája a hulladékfelhasználásnak. Kiválogatjuk, tisztítjuk, és újrahasznosítjuk, vagy újra ugyanolyan műanyagot állítunk belőle elő, vagy például a biohulladékokból biogázt, a biogázból biometánt állítunk elő. A biometán az a földgázzal egyenértékű anyag. Azt már mindenki tudja, hogy azzal lehet fűteni, villamos hőenergiát előállítani, lehet a hulladékgyűjtő járművek üzemanyagellátását biztosítani, de miután több biogázt tudunk termelni, mint ami a saját szükségletérehez kell, ezért a tömegközlekedés részére lehetne a biometán továbbadni, sőt a gázhálózaton keresztül a vegyipari üzemek számára is lehet értékesíteni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente 140 ezer tonna hulladék keletkezik, ebből közel megegyező mennyiségű üvegházhatású gáz keletkezik. Ennek levegőszennyező hatása okozza az átlaghőmérséklet emelkedését, amely Magyarországon belül megyénkben a legnagyobb mértékű, mintegy 1,7 Celsius fok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében adott az alap a projekt sikerességéhez, közölte a megyei közgyűlés elnöke, hiszen egységes közszolgálati rendszer működik már évek óta. Amíg az ország más pontjain jelenleg komoly feladat a hulladékgazdálkodási társulások önkormányzati tulajdonúvá alakítása, itt ez már megtörtént. Amint a projekthez több beruházás és uniós projekt is társul majd a következő években. Most is egy uniós projektnek a kezdeténél tartunk, ez egy több mint 6 milliárdos projekt, amely a már képződött hulladék mennyiségnek a kezelését, válogatását, ezzel kapcsolatos infrastruktúrális beavatkozásokat feltételez, de mondjuk egy biogáz erőmű erre történő telepítése, vagy szilárd hulladék megsemmisítő műveknek különböző szakmai megoldások vannak erre a megépítése, és újabb milliárdos beruházásokat feltételez. Ezeket elsősorban persze uniós forrásokból szeretnénk mi is megvalósítani. Amint a projektnek köszönhetően a hulladékból lényegesen kevesebb kerül majd lerakóba, minél többet hasznosítanak újra, közölte Szabó Zsolt államtitkár. Hozzátette, ez olyan többletértéket hoz létre, amely emelheti Magyarország GDP-ét. Korábban külföldi cégek hasznosították ezeket, ezért is akarja a kormány, hogy a hulladékgazdálkodási társulások önkormányzati tulajdonban legyenek. A teljes hulladékgazdálkodás szervezésével kapcsolatosan mintegy 100 milliárd forintos pályázat lesz, ez Európai Uniós és a magyar kormány által biztosított forrás. A cél az, hogy ami az Európai Uniós előírások, azoknak megfeleljünk a körkörös gazdálkodás és a szelektív hulladékgyűjtés területén. Ebben már történtek a korábbiakban is lépések. Itt Szabolcs-Szatmár megyében maga a közös gazdálkodási egység az nagyon jó helyzetben van, jól tart, jók a számaik, és tudják hozni azokat az előírásokat, amiket rendelkezésünkre állnak jelen pillanatban. A következő évek egyik fontos feladata a szemléletformálás, annak érdekében, hogy megváltozzanak a fogyasztói szokások. A program célja, hogy a teljes lakosság szelektíven gyűjtse a hulladékot. A konferencián az is elhangzott, egy non-profit alapú közszolgáltatási rendszer kialakításán dolgoznak a szakemberek, amelynek köszönhetően várhatóan a lakossági díjak is csökkennek majd.